is kezdenék a mai pár szép tudományos konferenciát, valamint az Erdélybiztonság Technikai Szimpózium Márkavétus, hogy egy összefog rendezvény. A plenáris ülés ebben a 320 fős teremben van. Nagyon köszönöm, hogy mindenki időben megérkezett. Igyekeztünk a regisztrációnál kellő kapacitást biztosítani, de nem volt minden idő pillanatban ez 100%-os. De azt hiszem, hogy most már elég rövid a sor, úgyhogy megkérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Szabó László vagyok, az Erdélyes Nagyobvédelmi Kft. Alapítója és kereskedelmi igazgatója. Én fogom moderálni ezt a mai napot. A biztonságtechnikai előadások ebben a teremben fognak zajlani, a tudományos előadások pedig a F18-as szomszéd teremben. Úgyhogy akit az érdekel, az tulajdonképpen bármikor átsétálva, mindenki az MK csomagjában megkapta ennek a teremnek a programját is, és a szomszéd teremnek a programját is. 50 szucás van, ezt igyekszem mindent elkövetni annak érdekében, hogy ne lépjük túl, és betartsuk. Szeretném átadni a szót az egyetem részéről Kersáki Tamás úrnak, aki szeretne néhány mondatot mondani a összegyűjtésnek. Együtt járt a légszennyezettség, a zsúfoltság, a lövösödés,
ide tartozik az előregedés is, ami nagyon befolyásolta a városunknak a struktúráját, és óriási problémát vezetett fel. A informatikai a kommunikációs eszközök fejlődése szintén ezzel együtt meghatározó volt, és egy kiváló szociológus társadalmi kutatót említenék Lánszóra, aki 2008-ban írt kapcsolatban. 2008-ban azt mondta, hogy a világ népességének 2008-ra telep városokban él, telepedi városokon kívül. Az a populáció, az a nagyságot, a világ népességének a felel a városokban él. 2008-ban a vezeték nélküli hálózatot csatlakozók száma elérte a vezetéken csatlakozók számát, amit jelent egy mobiltelefonon, annyira csatlakoznak, sőt, hogy többen is, mint akik a kábel csatlakoznak az internetben. És 2008-ban elértük azt, hogy a gépek rácsatlakoztak a hálózatba, azoknak a száma meghaladta az emberek számát. Thank you.
Jánosnak. Most visszamálltunk ebbe a gyárba, és megmutatunk, hogy fejlesztésében merre haladunk. A kiportozók helyettek ebből. Szóval helyettek több halakot, tehát biztosan ismerik, nagyon visszaki jól érte, tehát fókuszú egyetlen vagyunk. És akkor Károly Vilamos egyik karom, mindenki a smart city fejlesztésében tervezni. Amikor önökkel együtt, hát is ipari kapcsolatunk van, és ez a kompetencia, ez a szerződés, és szintén egy régóta vezet vissza, azért, hogy ezt látják lenni. Ez egy tudásmegosztásról szól, önök ma ide eljöttek, kérlek, hogy itt az a kérdőt és délután is, és azt gondolom, hogy használják ki a legtöbbünket, nagyon sok jó dolog befogadási kerül, kérdezik meg az oktatóinkat, kérdezik meg, hogy hogyan lehet segíteni az önök fejlesztését, és mindig probléma az, hogy tudatunk vannak. Egykártyá pályázott egy pont, hogy fogok már megkérdődni, hogy lehetőség lesz 20-30 millió forintra pályázni, innovációs pályázat, kutatási feladatot pályázni. És azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, amikor vagy az egyetemet mondjuk be az innovációs szisztéma, az innovációs fejlesztésében, vagy pedig az egyetemi hallgatóknak. Nagyon jó példája a kooperatív képzés, amit ők gondolom sokat tudnak. Én ezt összefoglalom a kooperatív képzésük, a hallgató a önökétől, hogy önökkel végig jövő a szakdolgozatát. Nagyon fontos, hogy a szakdolgozat témát hallgató, hogy önöknek jó, önöknek hasznos az önök cégének, és az a hallgató beválik, még van. Tehát az érzés csak rá, és a közén valami más, akkor nem tudom lehetőség arra, hogy ezt úgy munkatársak. A másik kérdésünk, hogy fel is kérdéses sokkal kötöttet, hosszabb időszakot ölelnek, és itt törvösségre vannak a hallgatók, és itt dolgoznak, és törvösségre tartottak. Ez a német modell, Székesfehérvár időszakotunkban 150 hallgatókban voltak, a Budapest időszakotunkban, illetve 60 hónapos körül van a hallgatószában, de hozzám is nem tudom mondani, hogy évről évre 150-200 főre növekszik a tanács képzőhez hallgatók számban, amit nagyon gyakorlatilag tudják. Mi az Oktai Egyetem? Az Oktai Egyetem Embright University, tehát egy gyakorlatorientált intézmény, az iparnak képzünk, gyakorlati ember, és azok is szeretnék maradni. Nagyon örülök, hogy ilyen nagy számban készítettek a konferenciát, és ezen továbbképzésen, mert előtte hallottam, hogy ez a Amerikán továbbképzés is, ahol itt a Zsánkó képzésünk előtt gratulálok, és egy jó konferenciát, jó szakot lehetőt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam, és akkor Kovács Péter professzor az önök átadnám szót. Sajnos nem még kapcsolatban ezt egy váló videó, de megígérem az, hogy ezt meg lehet osztani, tehát a megoldásában az önök is meg lehet osztani. Ez egy NBC videó, nagyon sok található, és én gondolom, hogy ha kicsit nem tudjuk, hogy a gyerekményre megkérdeztem a legidősebb lányom, hogy papa hol visz volna, és mondtam, hogy smart city. És szintén még érdekel a hangulatról, de a smart nem tudom megmondani, hogy ilyen okosság rendeznek, és megintem, hogy ilyen okosság rendeznek, mert az egyetem részéről és a előadók részéről is, de hogy előkeresett a jutva néhány videót, és már is érdekel, hogy miről szól le, ez a rendszervédelemről, a mobiltelefonokról, az autóról, ami közben a közlekednek, és azt hiszem, ez egy nagyon jó dolog, hogy nem lehet tudni, és ez generációnak azoknak, hogy lehet, hogy vízközöttek ez a valóban is. Köszönöm szépen, hogy is húztam tovább, és akkor átjön a Kovács Péter professzor asszony a szót. Konferencia, a biztonságban a
modernizáció áll hazánk és Európa városainak lefejlesztési területei. Mai konferencián hazai és külföldi kutatók, szakemberek előadásait tudjuk hallani, a biztonságról, a fenntarthatóság és modernizáció kérdésköréről tudnak előadásokat tartani. Legyen a mai nap hasznos és kellemes időtöltés mindannyiunk számára. Mindenki szeretettel köszönjük. Azt látjuk, hogy egyszerűen itt nem működik a közlekedés.
csodálom, hogy emberek így utaznak A-ból B-be, mert egyszerűen nem úgy megy, ahonnan működik. És eljutunk ahhoz, hogy történik a sok ember összezárva egy csoportban, hogy fogjuk megoldani a közbiztonságot, ami egy kiemelt probléma a 21. században. És én azt gondolom, hogy nem sokat foglalkozunk vele. Természetesen itt nem elhanyagolva, mert a listán nem szerepel az informatikai biztonság, a kibersziztonság, ami ma legalább olyan fontos tud lenni, mint a közbiztonság, a nézőség, a zárkodás. Sajnos erre nagyon kevés helyen hívják fel a figyelmet. Nagyon remélem, hogy egyre több olyan konferencia lesz, ahol tudatosítják az emberek, annak hiszem, hogy ez egy négy közül dolog, és bizony fel is rá készül. A városodás, városó társra való megoldás, mindenki használja ezt a szót, hogy smart city. Tavalyi évben csináltunk, hallottunk olyan projekteket, amelyben a utca emberét kérdeztük, hogy ő vajon mit kényszer arról, hogy smart city. Rengeteget használjuk egy kifejezést, Kresenszkú is hivatkozott rá, én nem szeretem ezt a kifejezést, A smart city egyébként az emberek fejében mindenféle high-tech cuccokkal, érzékelőkkel, szenzorokkal, robotokkal, önvezető autókkal,